Lakatos Róbert filmrendező, producer a vendégem, szervusz! Szervusz! Mindenek előtt kezdjük azzal, amire mindenki kíváncsi, hogy milyen felhozatallal győztük a Magyar Filmnapokon, ugye a 6. kolozsvári Magyar Napok keretén belül. Hát a kolozsvári Magyar Napokon keretén belül megrendezett Magyar Filmnapoknak a programja két részre osztható. Az egyik, amit a Tranzitházba Köncei Csilláék évek óta nagyon jól csinálnak, azok a főleg a kolozsvári érdekeltségű filmek. Itt egy pillanatra zárójel, Schneider Tibor fog erről holnap beszélgetni, de itt most másról van szó. Igen, ez a másik szekciója a kolozsvári Magyar Filmnapoknak, amit most itt képviselek, amit az Erdélyi Magyar Filmszövetség és a Sapientia MTEL filmes szaka szervez partnerségben, most már mondhatjuk a Magyar Főkonzulátussal. És úgy próbáltuk összeállítani a mi programunkat, hogy legyenek magyarországi filmek is, nem csak kolozsvári alkotók filmjei. Ezek közül kiemelünk majd egy párat, és részleteket is látunk belőle. Igen. Legyen a szapienciás diákoknak is egy vizsgafilm blokja, illetve kíváncsiak, gondolom, hogy a közönség kíváncsi azokra a filmekre is, amit volt szapienciás diákok készítettek az egyetem elvégzése után. Szerencsére már ezekből is össze tudunk állítani egy blokkot. Illetve, hát amit említetted is, idén 10 éves a Kolozsvári Argó Audiovizuális Egyesület, mely véleményem szerint elért néhány sikert az elmúlt 10 évben. De hát akkor egy picit ezt az elmúlt 10 évet, hogy milyen reményekkel, tervekkel indultatok akkor, és hol tartotok most 10 év után, hiszen nem kis idő 10 év. Hát reményekkel, nyilván hatalmas reményekkel és hatalmas tervekkel indultunk, és nyilván ennek csak kis százaléka valósult meg. Az Argo keretén belül ennek több oka is volt, de nem magyarázkodni akarok. Így is, tehát hogyha visszatekintünk erre az elmúlt 10 évre, azt hiszem, hogy hát nem kell szégyenkeznünk feltétlenül az eredményekkel. Tehát több A kategóriás fesztiválra kijutott filmünk is van. Tehát sokszor beszéltünk és sokat erről, de azért röviden most se hagyjuk szó nélkül azt, hogy kik a legeredményesebb alkotók, illetve a legsikeresebb filmek. Hát úgy indult az Argo eleve, hogy hárman alapítottuk, ezek közül én voltam a rendező. Szántai János barátom főleg a forgatókönyve írás részleggel foglalkozott, és annak idején Fábián Zoli főleg a technikai dolgokkal. Most ő orvosi pályára lépett, de aztán jöttek a fiatalok. Ugye Felméri Cecília, aki már az államvizsga filmjét az Argo keretén belül készítette, ez volt a ez volt a Kakuk, és utána azóta is minden filmjében benne van az Argo. Meg Bertóti Attila, akinek az Ariadné fonala című animációs filmjéből láttattunk részletet. Ő viszont elkerült Magyarországra, ott folytatta tanulmányait, és hát de örömmel nyugtáztuk, hogy most a következő kisfilmje is nagyon fontos díjat nyert a Kecskeméti Animációs Fesztiválon. Ezt viszont már a posztszapienciás blogban lehet majd látni az ő újabb sikeres filmjét. Robi, milyen körülmények között, milyen formában tud filmet gyártani az Argo Audiovizuális Egyesület, illetve hogyan tudjátok támogatni a fiatal erdélyi magyar filmeseket? Sajnos egy szűk alkotói közösségre korlátozódik az Argo, mert általában a határon túliak a vonatkozó pályázatokban nem adhat be több projektet egy szervezet. Tehát ez
emiatt van az, hogy nem bővítettük eredeti elképzeléseink szerint. Mert hát mindig volt saját filmtermünk, sőt, olykor kompromisszumot kellett kössünk egymás között, hogy most kinek a filmtervével pályázunk. Tehát én ezt sajnálatosnak tartom, hogy nem nőhetett meg emiatt. Viszont hát pozitívum az, hogy akkor több szervezet alakult. Fiatalok rájöttek egy idő után, hogy hát akkor ők is jó, hogyha megcsinálják a saját szervezeteiket, tehát tömörülnek kis csoportosulásokba. Most itt az Argo programját, tehát jó, 10 éves az Argo, de nyilván nem vetíthetjük le az összes filmünket a kolozsvári Magyar Napok keretén belül, tehát úgy veszegettünk ki a blokkokból, amiket ugye előre elterveztünk, hogy azért más filmeknek is jusson hely. És a nyitó estre azért felszeretném hívni egy kicsit a figyelmet. Ott egy pár rövid film lesz. Is, a nyitó est az a 17-én, tehát hétfőn délután 6 órakor tartjuk közösen a tranzitházzal, tehát a másik szekcióval közösen a tranzitházban, és itt úgynevezett huncut filmek blokkja kerül levetítés, ezek a erotikához kapcsolódó filmecskéink, de a Kakuk, nekem az Ördögtérgye, az Ariadné fonalába is fel lehet fedezni, Cecinek még van más animációs filmje, Janusz Pannonius vers alapján. Tehát ez a blokk kerül a nyitó rendezvényen levetítésre, és egy kis koncert is lesz. Tegnap alakult ki a felállás, mert a programban csak annyit lehet olvasni, hogy én zenélek, mondjuk a közönség nem ismeri ezt az arcomat, tehát zenélni fogok. Igen, zenélni fogok a nyitó rendezvényen, Kavalon és Furuján, Moldvai és Gyimesi népzenét, de nem hagyományos felállásban. Tehát kobosz helyett Pusztai Aladár lesz cimbalmon, és Bárdi Béla bőgőzik majd, illetve Nagy Dobon játszik. Tehát egy gondolom, hogy enyhén jazzes hangzással aki lesz. Aki nem a filmekért, az érted, el fog menni most már egy ilyen. És akkor vetítés előtt zenélünk kis filmek közben, és utána igény szerint, mert utána van egy gulyás parti is az udvaron, a tranzitháznak köszönhetően. Hát ez nagyon jó hangzik. A másik, amire fel szeretném hívni a figyelmet, amit nem nagyon lehetett látni, ugye nekem az első sikeresebb filmem az a Csendország című film, ott amiből részletet láthattunk, ez egy siket kisfiúról szól, aki elkezdett fényképezni. Most ez 2000 táján készült ez a film. 10 év után folytattuk a forgatást ugyanazzal a szereplővel, de ezt nem hoztuk nyilvánosságra. Mikor, idén? Nem, idén, most már a harmadik résznél tartunk, már a felnőtt kornak a forgatásán. Igen. Tehát ez 2011-re elkészült már ez a második rész. Egy eldugott bemutatója volt rossz technikai körülmények között egyszer. Akkor ne szégyenkezzek, hogy nem tudtam róla, ne, igaz? Ne szégyenkezz, de ezt is megmutatjuk most a közönségnek, főleg azért, mert készülünk a harmadik részre, és úgy lesz egész estés film belőle. Na hát igazi meglepetésekkel jöztök. Én azt mondom, hogy maradj még itt mellettem, és megyünk tovább, de amint már említettük, a Tranzit Alapítvány székhelyén is a Szapjegyzi Egyetem épületében zajló magyar filmnapokon független magyar filmesek alkotásai is bemutatásra kerülnek. Ezek közül én azt mondom, kiemelünk most 3-at, és elsőnek most láthatják a képes beharangozóját, az elsőnek. Engedem, hadd menjen. Egy dal, amiről azt hitted, mindent tudsz. Én már tudtam a rehabon, hogy én ezt meg akarom írni. Ez volt bési, ungor estes. Te nem is tudtad, hogy pontosan a ritmust írtál, mint amilyen a szökősnek a ritmusa. És honnan tudtad, hogy én nem tudtam? Pedig sok titkot rejt magában. Nagyon szépen énekeltem ahhoz képest, hogy
kétszer kellett újraéleszteni. Annyira baszott jó volt tegnap ez a dal. Egy dal, ami összeköt embereket, történeteket és országokat. Számítottunk arra, hogy ezt nem fogják olyan jó néven venni a kollégák mondjuk a népi szakmából. Előtte soha nem voltam józanó színpadon. Tehát az elmúlt X évben nekem nem volt olyan nap, vagy olyan este, amikor játszottam, hogy józanó. Majorosi Marianna és Kis Tibor! Egy dal, ami segít megérteni egymást. Én vagyok a Prácsás. Attila? Igen. Majd facciamo un pigliere petite, ma ero per anche costruire, ma... Csak az így, csak ilyen egyszerű formátum. Az Erdő Szombathelyi Zenekar. Egy film zenéről, hagyományról és szenvedélyről. Nem tudom, hogy én tépp nélkül okozottak. Nem adjuk föl Tibikén, never give up. És persze a Csík Zenekar. Egy dal és három újrakezdés története Lévai Balázs dokumentumfilmjében. Engedem, hadd menjen. Tehát itt dokumentumfilmről van szó, ilyenből elég sok készült az elmúlt 25 évben, de most kíváncsi vagyok arról, hogy miről szól az Engedem, hadd menjen, és hát miért tarthat számot érdeklődésre? Hát elsősorban azért tarthat számot, szerintem széleskörű érdeklődésre, mert ez a Csík Zenekarnak a Most múlik pontosan című számának a keletkezéséről szól ez a film tulajdonképpen, és ez egy nagyon népszerű szám, úgyhogy én is nagyon kíváncsian várom a filmet, én sem láttam még, Kántor László, ifjú Kántor László, Lacika, vagy mi szólítjuk, hívta fel a figyelmünket erre a filmre, és mondta, hogy elhozza a Lévai Balázst is. Tehát itt lesz a filmnek a szerzője is. Ezért áttettük, eredetileg péntekre volt tervezve, a nyomtatott műsorfüzetbe sajnos úgy jön ki, hogy pénteken lesz ez a film, de átkerült kedre. Azért, mert ekkor tud eljönni a rendező. Hát akkor azon már javítani nem lehet a nyomtatott változaton. A nyomtatott úgyhogy... nem, az összes többi fórumon helyesen lesz, ott ki lehetett javítani. Ezért is hívom fel a figyelmet erre a programváltozásra, hogy helyet cserélt péntekről kedre. Került. Most. Pedig itt volt. Őszintén mondom, itt volt a... Gondolom, hogy a 6 órás vetítés. Tehát a műsorfüzetben úgy van, hogy a Bakteló van, és azzal helyet cserélt a Lévai Balázs filmje. És hát remélem, hogy ez az információ eljut a közönséghez, és gondolom, hogy sokan lesznek kíváncsiak a keletkezési körülményeire egy ilyen sikeres dalnak. Na hát elmondjuk, hogy péntek helyett kedden, de ígérem, hogy adás végéig kérem én a programot, és elmondjuk még pontosan az időpontot is, hogy nehogy ezen múljon a közönség ott léte. Egy másik filmes műfajhoz tartozik új Mészáros Károly Liza Róka Tündér című vígjátéka. Tekintsük meg ennek is a képes ajánlóját, s utána Robival folytatjuk a beszélgetést. Japánban ősidők óta úgy hitték, hogy a róka tündérek elátkozott női démonok. Az átok szerint, ha a róka tündért megkívánta egy férfi, az halállal lakolt. Liza 12 éve ápolta a japán nagykövet özvegyét. Egyetlen barátja Tomitani, a néhai japán énekes kísértete volt, akit csak Liza látott. Ja, baj, csillagom! Liza biztos volt benne, hogy ezen a napon fog megismerkedni élete szerelmével. Szabad? Lekváros gomba pörkölt. Uram, atyám. És végre boldog lesz. Ugye nem fogsz meghalni? Én még soha nem voltam nővel. Nem zörög a haraszt, ha
ami azt a japán bolond ápolónőt illeti. 3 hét, 3 halott. Figyelje azt a lányt, rendben? Állj, ne mozduljon! Róka! Tündék! Vagyok! Egyesek szerint a női vécében kezdődött az egész. Ez egy lófasz, nem nyomozás. Maga szerint bűnös. Dance, dance, have a good time. Néma gyereknek ugye tudják, üzé a kurvanyját. Hát sok minden fűszerezi ezt a vígjátékot, van benne kaland, horror, szerelem, ez valami hollywoodi receptnek a magyaros ízű változata lenne? Nem nevezném annak, ez egyszerűen végre egy jó magyar vígjáték, tehát a sok gagyi vígjáték mellett végre láttam egy igazán jót, ezt a moziba láttam Pesten, és úgy gondoltam, hogy ezt mindenképp el kell hozni Kolozsvára, ezt a filmet, és úgy tűnik, hogy velünk lesz a film rendezője is, Új Mészáros Károly, de nem csak ő, hanem a főszereplő hölgy is, Balsai Mónika. Igen. Hát reméljük, hogy Mónika is el tud jönni, mert folyamatosan forgat, tehát a hét második felébe derül ki, hogy el tud jönni vagy sem. Károly mindenképpen jön, rég nem jártak Kolozsváron. Egyébként szegről végről azt írta nekem, hogy zilahi származásúak ők is mind a ketten. Úgyhogy ilyen szempontból is fontosak számunkra. De ez egy nagyon kedves film, én nagyon szeretem ezt a filmet, és hát remélem sokaknak felkelti az érdeklődését az amozi. Hát igazi meglepetésekkel jöztük akkor a 6. kolozsvári magyar napokon. El fogjátok csábítani a közönséget a színpadok elől. Megyünk tovább, vagy még szerettél volna erről mondani valamit, vagy mehetünk a Pejó Robert. Jó. Tehát színes családi kalandfilmként ajánlják a gyártók Pejó Robert Mancs című alkotását, ami minden bizonnyal meg fogja nyerni a 6 évesnél idősebb és 100 évesnél fiatalabb nézők tetszését. Kibírni, ez egy szörnyeteg, egy rossz csont, egy valóságos ördögfióka. Vidd el a kutyát! Én már öreg vagyok, neki meg gazda kell. Német juhász? Német juhász, fel a 7. A baba mellé. Baba mellé. A nevem Mancs. Szeretnéd, hogy elmeséljem? Kivisznek a házhoz. 2 hét, de egy nappal se több. Megértette? Oda mehet a pelenkázó, ide pedig a szekrény. Mancs nagy kutya lesz, rendkívül. Kutya. Kivételes a szaglása. És? Van engedélye? Nincs. Le kell vizsgáznunk. Itt vagyunk, Formenek úr. Álljanak a kezdőkörbe. Hát itt egy nagyon friss alkotásról van szó, ugye?
amelynek Kántor László a producere. Igen, Kántor Laci a producere, uh-huh. és ugyanaz a Pejo Robert rendezte, aki igen. a Dallas-t is rendezte. A Dallas annak, idején. Annak idején, és hát a trailerből is látszik egy nagyon alanyos filmről. Én még néztem volna, alig tudtam el visszazökkenni a beszélgetésbe, ami nekem tetszik, hát nyilván nem láttuk a filmet, te se láttad, nem ezt tudsz most róla beszélni, meg a nézőknek se tudunk mesélni róla többet, mint amit mi is láttunk, de nagyon izgalmas, hogy mennyire ötvözték az animációval igen, a kockákat. És helyi vonatkozása, ugye, hogy a producere kolozsvári. Igen, és ő is itt lesz természetesen. Igen. Persze, ő is itt lesz. Kántor László itt lesz Kolozsváron. Tehát a kolozsvári magyar filmnapok harmadik kategóriája a tanuló éveiket járó kezdőfilmeseké. Külön vetítéseken mutatkoznak be a Bábesbolyai Tudományegyetem színház és televízió karának diákjai, valamint a Szapiencia Erdély Magyar Tudományegyetem filmművészet, fotóművészet, média szakának növendékei. A következő percekben a szapienciások filmjeiből kiragadott szemelvényeket tekinthetnek meg a nézőink. Berúgtam. Fú. Nagyon berúgtam. És jó pocsék volt. A buli? Ja. Rossz emberek, rossz zene. Végig egy ismerősömmel beszélgettem. Kivel? Nem volt más. Kivel? Ja. Egy régi barátnőnek a barátnőjével, aki még soha nem beszélgettünk, de ahhoz képest... Ez a buli az nagyon szar volt. Oda jöttek tüzet kérni, és össze-vissza tapogattak, és hát... Tehát ilyenkor nincs mit csinálni. Nem jössz aludni? Igen, csukom. Új, vagy nagy lény, rég nem láttalak. Nagyon jó, köszönöm. Jaj. Ezt ide, hátra? Ide, hátra, csomagtartóba. Szép új bőröntöd van attól. Így jó lesz. Gyere, hogy utaztál? Jól, köszönöm. Suli, vizsgál, keféle? Jaj, ne is kérdezzek, Koller bácsi. Miért? Hát elég nehéz. Hát jó, könnyű, hát nem mondható, de... Zsuzsámmal mi van? Hát nem tudom, az az igazság, hogy elég rég találkoztunk. Most nekem máshol vannak az óráim, más épületben, úgyhogy... így nem nagyon van lehetőségünk találkozni. Biztos jól van. Majd aztán ő is kell hazajöjjön, úgy hallottam. Rég nem láttam. Hát igen, eléggé elfoglaltak vagyunk így az egyetemmel. Én is rég voltam itthon.
hogy basznátok meg a... rendőrjeiteket, döglött rendőrök a francba belé. Aki kitalálta, nem volt teszik, hova kéne. De csak döccenti a teleszkópokat, cseszed el vele. Na, tessék. Oh, ezt is tűnt, Prézus. És el vindeca oamenii, tot așa, atingându-i pe cei bolnavi. Mulți nu l-au crezut, pentru că arăta ca ceilalți oameni. Însă făcea minuni peste tot. Pentru că unii îl recunoșteau. Așa a spus popa, că uneori a înviat chiar și un mort. Megint ez a szart morzsolt egész nap. Nem eszel? Meg fog gyógyulni. Anyaszka talált ki valamit?
Milyennek tűnik számodra az egyetemista alkotók idei termése? Mennyire ügyesek? Hát ez nehéz kérdés. Tehát mindig úgy tűnik, hogy minden egyes évben úgy tűnik, hogy gyengébb, mint az előző, és aztán közben a világ visszaigazolja, hogy nem. Tehát ez egy szubjektív érzés, tehát megszépülnek az emlékek és a régebbi sikerek. Hát itt is például az utolsó film részlet, ez a Kejfel és járj, ez a film nyerte az idén a helyi filmek versenyét a TIFF-en. De nagyon sok szapienciás vizsgafilm került be ebbe a helyi filmek versenyébe. Tehát ott mondjuk nagyon jól szerepelt az egyetem. Még annyit mondanék erről a filmről, hogy ez egy Vida Gábor novella alapján készült, ez a Kejfel és járj azonos című novella alapján. Ez egy, úgy tűnik, nagyon kedvelik a diákok, mert ez már a második megfilmesítése, amit látok. Tavaly is megfilmesítette valaki teljesen függetlenül ettől. Még amiből részletet láttunk, az első, ez egy ilyen kísérleti jellegű film, Fodor Ágnesnek az államvizsga filmje, ő egy magyarországi vendégdiákunk volt, évente vannak magyarországi diákjaink is, és a középső az... Most mielőtt folytatnád a középsővel, miért vonz a magyarországi diákokat az itteni filmesítőt? Nem tudom. Tehát... Ez úgy izgalmasan hangzik, hogy ide jönnek, ide... felvételiznek. Hát... Valamilyen renoméja, tehát csak van, most már... Igen, hát viszik a hírét az egyetemnek a diákjaink. Ameddig nem volt mesteris képzésünk, sok tehetséges diák Magyarországra ment felvételizni, vagy mesterire felvételizett, vagy amikor nem volt mesteri, akkor újra kezdték az alapképzést. És úgy tűnik, hogy a döntő többségük ott megállt a helyét. Ezért nagy izgalommal várom az ő filmjeiket is. Egy párat ismerek, tehát azt tudom, hogy Viski Ábelnek, aki itthon is sikeres volt, a filmjei, talán kettő is bekerül a programba, hogy azok nagyon jók, de egyet láttam közülük, és az nekem nagyon tetszett, de hát a többiekét is nagy izgalommal várom. Ugye szó volt Bertotti Attiláról, az animációs filmjével nyert a KAF-on, Kecskeméti Animációs Filmfesztiválon. Tehát ezeket mi is nagy izgalommal várjuk. Tehát úgy tűnik, hogy azért az egyetemnek elég jó a hírneve. Illetve Bukarestbe is, mert azért vannak, akik Bukarestbe mentek. Ott mesterizett Felméri Cecília, vagy most alapképzésre elmentek egy páran tőlünk. Az ő filmjeiket is nagy izgalommal várom. De úgy tűnik, hogy szeretik őket ott Bukarestben. Tehát... Amúgy a középső film a kliens volt, a taxis. Ja, igen, Almen Józsónak a filmje. Zenészként ismerhetjük, főleg a Fun Corporation-ból, és számomra egy nagy sikerélmény ez a film, mert Józson úgy tűnt, hogy már inkább a zene felé hajlott volna, és hagyta volna a filmezést, és akkor rábeszéltem, hogy hát azért ne hagyja. És akkor született meg ez a film, tehát itt nekem ez személyes sikerélmény. Szeretem ezt a filmjét Józsonak, és szerintem jó lenne, hogyha időnként visszatérne a filmezéshez, és nem csak zenélne. Hát akkor üzenjük neki innen is, hogy térjen vissza gyakrabban a filmezéshez. Milyen műfajokat kedvelnek inkább a mai fiatal filmesek? Hát mikor fiatal az ember, akkor szerintem annyira el van foglalva saját magával, hogy a nagy eszméit akarja a világnak bemutatni, és ezt nyilván játékfilmen keresztül képzeli el szinte mindenki.
Aztán rájönnek, hogy a dokumentarizmus és a megfigyelés, a világ megfigyelése az egy érdekes dolog, és hát meg most még divatos is, ugye, tehát a Román új hullámnak köszönhetően újból egy nagy realista hullámban élünk jelenleg. Nem tudnám eldönteni, tehát ez változó, és személyenként is változó, meg hát korfüggő is, meg tapasztalatfüggő is, úgy látom. Amire azért még ki szeretnék térni itt a programunk kapcsán, nagyon el szerettük volna hozni a Saul fiát, de ennek több oka is volt, hogy ezt nem sikerült. Például az, hogy pont a Magyar Napok alatt zajlik Szarajevóban a filmfesztivál, amelyik regionális premier akar lenni. Tehát, van egyfajta szabály, hogy egy időben két... Nem, arra van szabály, hogy nem mutathatjuk be azelőtt a filmet, előtt. Hogy ott bemutatódna. Viszont, amit érdekesnek tartok, hogy a Saul fia rendezőjének, a korábbi, tehát Nemes Jeles Lászlónak a korábbi kisfilmjeit sikerült elhoznunk. Ez a Türelem és a Kanton Park. A Kanton Park az itt forgott Torockon egyébként, és sokan helyiek is dolgoztak benne, és hát szerencsére ezeknek a filmeknek pont az én producerem a producere, ő is itt lesz, Muhi András, ő kíséri el ezeket a filmeket, és nyilván az Argos filmekhez is mindegyikhez köze van Muhi Andrásnak. Tehát kérdezted az elején, hogy lehet így kicsiként filmet készíteni, hát úgy, hogy koprodukcióra lépsz valaki nagyobba. Igen. Igen, tehát, és ez számunkra Muhi András, ő végig itt lesz, és egy több vetítésen is képviseli a filmeket, hol Argos filmeket, hol például a Saul fia rendezőjének a filmjeit. Igen. Ott vannak a szapienciás diákok mellett azért a Bábesbólyai Tudományegyetem diákjai is ők. A Bábesbólya is diákoknak a filmjeiről Schneider Tibor fog beszélni holnap uh-huh. mert az általuk szervezett programhoz keretén belül lesznek bemutatva. Uh-huh. A szapienciás diákokat olyan szépen beszéltél róluk, se a lelkesedéssel, és látom, hogy szereted őket. Őket is igyekszik támogatni az Argo Audiovizuális Egyesület? Hát az elején ugye az egyik alapvető alkotója az Argónak, Felméri Cecília, ő is szapienciás diákkorában vált Argossá. Most, mint mondtam, tehát kapacitása egy egyesületnek nem olyan nagy, tehát muszáj megmaradni a kicsinek. Inkább a Szapiencia és az Erdélyi Magyar Filmszövetség között jön létre egyre több közreműködés, mint például ez is ugye ennek a programnak a megszervezése. Na hát akkor mindent elmondtunk, amit el lehetett, vagy van még valami? Én csak annyit tudok mondani, hogy mindent. Persze, igen? Mindig kifelejtünk valamit, például a Székelyföldi legendáriumot. Ők is itt lesznek, Székelyudvarhelyről, Fazakas Szabolcs. Igen, ők is nálunk mutatják be az újabb termésüket. A híres rajzfilmet, igen. És akkor most itt mindenkitől, akit esetleg nem névlegesítettem és kifelejtettünk, elnézést kérünk. Mert hát szinte lehetetlenség is. Hát akkor mindent velem, mert hát ugye hétfőn 17-én a 6. Kolozsvári Magyar Napok nyitógálája előtt gyakorlatilag kezdődik a Magyar Filmnapok. Kolozsváron egészen egy hétig tart. Izgalmasabbnál izgalmasabb filmekkel is, hát szinte minden alkotó itt lesz. Köszönjük szépen ezt a felhozatalt, és köszönöm, hogy itt voltál. És köszönöm szépen a lehetőséget, hogy itt elmondhattam, reklámozhattam a rendezvényt.